Izer Norbert elmondta, hogy az elmúlt fél évben mintegy 140 ezer ember jogviszonya rendeződött. Hozzátette, sokszor a külföldi munkavégzés okoz gondot, péntekig bárki rendezheti a járulék tartozását, emelte ki. Az országgyűlés 2019-ben alakította át a társadalombiztosítás szabályrendszerét, a módosításokkal évtizedes problémák megoldására is kísérletet tett. Az államtitkár úgy fogalmazott, az elmúlt fél év bizonyította, hogy ezen erőfeszítések nem voltak hiába valók. A tavalyi esztendő közepe óta nagyjából 140 ezer olyan ember helyzete tisztázódott, aki korábban nem fizette rendesen a társadalombiztosítás ellátásának igénybevételéhez szükséges közterheket. Az érintettek többsége azóta rendezte tartozását, így ők minden további nélkül hozzájutnak az ingyenes állami egészségügyi ellátáshoz. A szabályváltoztatás óta nem csak az számít, hogy valakinek van-e elmaradása, hanem az is, hogy mennyi. Ha egy magánszemély több mint 6 havi tartozást halmoz fel egészségügyi szolgáltatási járulékból, akkor érvénytelenné válik a társadalombiztosítási azonosító jele, vagyis a TAJ száma. Ez azt jelenti, hogy többé nem veheti igénybe ingyenesen az állami egészségügyi szolgáltatást. Az államtitkár elmondta, hogy a járulék havi összege 8000 forint, tehát az új szabály mindazokat érinti, akiknek az elmaradása meghaladja a 48000 forintot. A legutóbbi adatok alapján nagyjából 70 ezer emberről van szó. Izer Norbert szerint ugyanakkor könnyű elkerülni a kedvezőtlen következményeket, elegendő az összeg egy részét rendezni, vagy jelezni, hogy nehézséget okoz a fizetés. Az államtitkár arról is beszélt, hogy az érintettek közül sokan hosszabb ideje külföldön élnek, csak ezt eddig, bár kellett volna, nem jelentették be.